Szeretettel köszöntöm a tisztelt nézőket a Lólépésben Sakkmagazin 2019 márciusi adásában. Én Kunyát Zoltán műsorvezető vagyok, mellettem pedig Varga Péter nemzetközi mester, a szakma nagy tudású mestere, műsorvezetőtársam. Előző adásunk óta zajlottak az események az NB2-ben is és a megyei csapatbajnokságban is. Először is erről szeretnénk beszámolni a tisztelt nézőknek. Az NB2-ben vége felé közeledik a bajnokság, és a legutóbbi fordulóban, a nyolcadik fordulóban komoly mérkőzésekre került sor. A Nyíregyházi Sportcentrum, azaz NVSC, Mezőkövesdre látogatott egy gyengébb csapathoz. A Mezőkövesd még a legjobbját, Becskei Zoltán fidemestert is nélkülözte. Jóval erősebb és fajsúlyosabb csapat volt a nyíregyházi csapat. 7,5-4,5 arányban sikerült győzni Mezőkövesddel szemben, ami egy kötelező teljesítmény volt, sőt azt is lehet mondani, hogy az NVSC akár jobban is győzhetett volna nagyobb arányban. Sajnos időzavarban két játékosunk is a jó állását vesztésre rontotta, így a mezőkövesdiek veresége egyúttal a hazaiak tisztes helytállását is jelentette. A tiszavasvári csapata Szirmabesenyővel mérkőzött meg. Az erős szirmabesenyői csapat valamennyire tartalékos volt, ugyanis az ukrán nemzetközi mestereit nélkülözte a küzdelemben. Játszottak azonban a román fidemesterek, a szirmabesenyői, a Borsod megyei csapat első tábláin, illetve papmester is. Nos, egy kiváló mérkőzés volt, egy kiváló végeredmény született, 6-6-os döntetlen, ami a tiszavasváriaknak, én azt hiszem, hogy ez egy komoly sikert jelent, hiszen a szirmabesenyői csapat jóval erősebb, mint a tiszavasvári csapata. Tragikusan alakult az egyetemisták mérkőzése a debreceni Kvizdával szemben, ugyanis az egyetemisták 6,5-5,5 arányban, minimális arányban alul maradtak sajnos a debreceniekkel vívott küzdelemben. A csapatgyőzelem miatt a debreceniek vitték a fontos pontokat, az egyetemistáknak sajnos csak az igen szép tisztes helytállás jutott. Ezek után az egyetemisták a stabil középmezőnyben foglalnak helyet a 7. helyen, 11. helyen áll a tiszavasvári csapata, mintegy elkerülve a kiesés szellőjét, a Nyíregyházi Sportcentrum NVSC pedig a 3. helyen áll, 8 forduló után, 3 mérkőzés van még hátra az NB2 küzdelmeiből, bízunk benne, hogy egyetlen csapatunk, tehát a tiszavasvári is bent fog maradni, a középmezőnyben maradnak az egyetemisták, és szép érmet szereznek a Sportcentrum NVSC sakkozói. A megyei csapatbajnokságban a küzdelem, legalábbis a bajnoki cím szempontjából a küzdelem lefutottnak látszott. Megmérkőzött egymással az egyetemisták második csapata a Dáviddal. A Dávid az egyik olyan csapat, amelyik veszélyeztetheti az egyetemistáknak a bajnokságát a megyei csapatbajnokságban. Nos, az egyetemisták magabiztosan 7-3 arányban le tudták győzni a Dávidot, ezzel már csak matematikailag nem bajnokok, de bizonyos vagyok benne, hogy utcahosszal fogják nyerni a bajnokságot. A második helyen álló Sportcentrum NVSC második csapata a Fehérgyarmatot fogadta otthonában, kissé tartalékosan új sakkozók bevetésére is sor került. Két fiatal 10 éves sakmatador játszott a hazaiak csapatában. A Fehérgyarmatnak hízelgő volt az eredmény, ugyanis a nyíregyháziak csupán 6-4-re tudtak győzni a Fehérgyarmat ellen, mert több rosszul álló partit is meg tudtak nyerni a fehérgyarmatiak. Megmérkőzött egymással a Kisvárda és Vaja. A két csapatnak a küzdelme azért is volt fontos, mivel a második-harmadik helyért, főleg a harmadik helyért nagyon nagy tülekedés folyik a megyei csapatbajnokságban. 6,5-3,5 arányban Kisvárda hódította el a csapatgyőzelmet, és ezzel jelentősen előrelépett a bronzéremért folytatott küzdelemben. A
megyei csapatbajnokságban még egy mérkőzésre került sor. Nyírbátor hazai pályán fogadta az egyetemisták harmadik csapatát, és a találkozót elveszítették 6-4 arányban az egyetemisták harmadik csapata, akik kicsikből, ifikből és idős nyugdíjasakkozókból áll, tehát Nyíregyházára vitték az egyetemisták a csapatgyőzelmet. Ezek után első helyen áll, torony magasan első helyen az egyetemisták második csapata, második helyen a Sportcentrum NVSC második csapata áll, harmadik helyen áll a Dávid, negyedik helyen Kisvárda, és ötödik helyen pedig a Vajai csapat. Sajnos az NB2 küzdelmeiben legutóbbi fordulóknak a partijai még nem jelentek meg az interneten, így azokat nem tudjuk a tisztelt nézőinknek bemutatni. Azonban Péter nagymesterrel arra jutottunk, hogy egy magasabb szinten vívott partikat kellene a tisztelt nézőknek bemutatni, nevezetesen egy közismert megnyitásból, a Grünfeld védelemből szeretnénk a tisztelt nézőknek bemutatni mintapartikat, olyanokat, amelyeket részben magyar játékos játszott, illetve kellően illusztrálja, bemutatja ennek a megnyitásnak a különböző változataiban az aktív, dinamikus játék fényes oldalait, amikor is anyagi áldozattal tud akár világos, akár sötét győzelmi esélyeket kivívni. Szeretném ezek után átadni a szót szakkommentátorunknak, Péter nagymesternek, ugyanis sokkal avatottabb tolmácsolója a partiknak, mint én. Köszönöm szépen. Itt visszatérnék azért. Ezeket te lehet, hogy jobban ismered, mert ezt játszod is, ezt a nyitást. Úgyhogy közösen sikerült ezeket a partikat kiválasztani. Nagyon jó, remélhetőleg élvezetes partit fognak látni a nézők. Tehát egy nagyon érdekes partit fogunk látni. Világossal Knak Rajner nagymester játszott, sötéttel pedig Forintos Győző, nagyon híres magyar sakkozó, aki egy nagyon szép partit tudott itt bemutatni. Ugye ez egy kicsit tisztelgés is előtte, ugye nemrég halt meg Forintos Győző, úgyhogy ezzel a partival előtte is szeretnénk tisztelegni. Mondjuk még el róla, hogy Forintos Győző nemzetközi nagymester, Portis Lajos kortársa volt, több világbajnok jelölti páros mérkőzésen volt Portis nagymesternek a szekundánsa Forintos Győző, olimpiai ezüstérmes nagymester, a magyar élvonalnak a tagja, ellenfele pedig az egykori Német Demokratikus Köztársaság nemzetközi nagymestere Rainer Knák, akiről egyébként egy külön változatot neveztek el a Grünfeld védelemben, de nem ez a változat került a mai partiban terítékre. A partit 1970-ben az Igeni sakkolimpián, Szkopjei sakkolimpián vívták, és Forintos nagymester sötét színekkel kivívott gyors győzelme már igen hamar eldöntötte az NDK Magyarország mérkőzésnek a sorsát. Lássuk ezt a mérkőzést. Ugye D4-jel kezdett világos, amire huszár F6 következett. C4-jel folytatta világos, ugye G6-tal szájnő fejleszti fekete a futóját, huszár C3-mal fejlődött. Világos is D5-tel azonnal ugye a centrumot robbantotta fekete, vagy ugye a centrumjátékkal próbál meg itt ugye megbontani, és nyílt dinamikus állásba terelni azonnal a játékot. Tehát ez a Grünfeld védelem alapállása. Igen, itt van elég sok lépés, ugye a főváltozat az a középképzős C5 D5, vagy a huszár F3 és utána ütnek le, van futó G5, futó F4, tehát nagyon-nagyon sok változat van. Ugye vezér B3-asan is lehet játszani, G3-as felépítéssel is, tehát itt a világos huszár F3-mal folytatta, teljesen logikus, jó lépés, futó G7-tel folytatta fekete. Futó G7 után, ugye leggyakrabban, ugye meg legnépszerűbb az a C5-D5, futó G5-tel folytatta
Világos, ugye fejlődött a futóval. A part idején még a Huszár F3-os centrumképzőrendszer nem volt annyira divatos, az a 70-es évek második felében jött divatba. Ez a futó G5 pedig egy inkább olyan pozíciósabb változatrendszer a Grünfeld védelemben. Forintos nagymester egy aktív, dinamikus stílusú nagymester volt, és valószínűleg Knák nagymester ezzel a csendesebb változattal igyekezett tartani az állást Forintos ellen. Igen. Itt ugye több lépés is van. Manapság ugye az egyik legnépszerűbb, hogy beáldozzák a D5-gyalogot és elsáncolnak, de a Huszár E4 a fő változat, tehát ezt lépik a legtöbben, ez a legnépszerűbb lépés. Huszár E4-jel folytatta fekete, amire C5-i D5 következett. Itt is van futó H5, van futó F4. Futó H4, igen. Futó H4. Futó H4, futó F4, vezér C1 és nagyon sok minden. Igen. De ez... Itt a fő változat, igen. Úgy gondolom, ez az egyik, ez a C5-i D5, amire Huszár 5-i G5 jön. Ugye Huszár 5-i G5. Ugye ez egy átmeneti gyalogáldozat, ugye feketével, Huszárral visszaütötték a G5 lovat, és E6-tal ugye a G5 Huszárt megtámadta a D8 vezér, tehát megnyitotta a D8 H4 átlót. Ezzel, ugye két lehetőség van, az egyik az, hogy vezér D2-t lép világos, a másik az, hogy Huszár F3-mal visszamennek. A vezér D2-re, ugye, hogy leütnek D5, a vezér E3 sakk szokott jönni, ez az egyik vali. A másik az a vezér A4 sakk, ez egy kissé mellékváltozat, én úgy gondolom, de annó, ugye ezt többen játszották. Úgyhogy vezér A4 sakk, ugye az idő folyamán azért kiderült, hogy ez nem a legjobb lépés. C6 nagyon-nagyon jó lépés volt, ugye ez egy gyalogáldozat volt. Aktivitásért. Igen. Knák mégis ugye egy olyan változatba került, ahol Forintos gyalogot tudott áldozni, és nagyon aktív álláshoz jutott. Igen. Az óvatos Petrosyan mondjuk Korcsnoly ellen nem vállalta el a gyalognyerést, de hát ez Petrosyan ex-világbajnoknak a stílusába illett. Igen, valószínűleg Huszár F3 lett volna a legjobb lépés, és ez egy egyenlő állás, amit pozíciósan lehet játszani. D5-i C6-tal világos, ugye, elfogadta ezt a gyalog áldozatot, amire Huszár 5-i C6 tal ugye azonnal fejlődött fekete. Ugye ez a Grünfeldnek a egyik legveszélyesebb ugye oldala, hogy beáldoznak egy gyalogot, és nagyon-nagyon aktív tisztjátékkal dinamikusan tudják támadni a fehér állását, aki visszamarad a fejlődésben, és ezt nagyon-nagyon sokszor szépen tudják kihasználni sötéttel. Huszár F3-mal ugye a G5 ló ott vételen volt, visszalépett vele, futó D7 következett. Ez azért jó lépés, mert megszünteti a kötést. Tehát tegyük hozzá, hogy butaság volna a futó D4, Huszár 5 D4 visszanyerni a gyalogot, mert a megmaradó szerkezet tulajdonképpen semmit nem adna sötétnek, ez a futó D7 viszont... meghagyja a taktikai lehetőségeket, a dinamikus állást mindenképp. Az pedig ott azonnal végjáték lenne. Tehát most itt látjuk, hogy recseg ropog az állás, világosnak a D4 gyalogja ütésben van, és azt valahogy védeni kell, és Knáknak ekkor egy szerencsétlen ötlete támad, hogy tempóval, sánccal fogja védeni a D4 gyalogot. Ugye itt hosszú sánc következett, ami, hát hogy is mondjam, tehát bedugja a fejét a hurokba, én úgy fogalmaznék, tehát a fekete támadásának a C-vonalába belesáncol, de nehéz jót tenni. Sötét is elsáncolt rövidre, ugye fő a biztonság, ugye rövid sánc, amire E3 következett. Úgy tűnik, hogy minden rendben van. Igen, és erre ugye Huszár 5-i D4 jött. Ez egy szép lépés, ugye felfedi a D7 futót, ami megtámadja az A4 vezért. Nehéz jót lépni, valószínűleg ez a bástyüti D4 volt a legjobb lépés. Vezérrel nagyon sok jó helye nem lett volna fehérnek, és erre futóüti A4 következett, ugye amire leütötték a bástyával a vezért, bástyüti D8, folytatta világos fekete bástya F bástyával ütötte vissza természetesen a D8 bástyát, Huszára üti A4 következett. És most, hogyha megnézzük az állást, ugye a fehérnek két tisztje van egy bástyáért, de fekete annyira aktívabb,
és ugye Fehér még annyira nem fejlődött ki, hogy nem játszanak a tisztjei a H1 Bástya F1 futó, hogy ezt nagyon gyorsan tudta kihasználni Fekete, és Bástya C8 sakkal, ugye azonnal támadta a fehér királyt. Tapasztalatlan sakkozók, főleg fiatalok szoktak így megbűnhődni, hogy elhanyagolják a fejlődést, és sokszor az edzőknek a fejükre kell olvasni, hogy mit ér a katona, ha csata idején a laktanyában alszik. Tehát minden katonának, minden figurának játékban kell lenni, és hiába van forintos nagymesternek tiszt hátránya, annyira aktív minden katonája, minden tisztje, hogy nem is érezhető a tiszt hátrány, és ezt bizony a megnyitásban kellett kiszámolni a forintos nagymesternek, hogy ilyen aktív, dinamikus álláshoz fog jutni. Igen, igen. Bástya C8 sakk, ugye Fekete az utolsó figuráját is harcba dobja, nem nincs más lépés, mint huszár C3, hogy a királya ellépne, akkor mattot kapna azonnal, erre futó üti C3, ugye B üti C3, ugye Bástya üti C3, király B2, Bástya D-C8 következett. Ennek az az értelme, hogy Bástya C2 sakk, ugye az F2 gyalogot szeretné leütni, meg ott végig seperni a második soron. Huszár D4-gyel próbálta ezt védeni. Világos, de erre E5-tel ugye elzavarták onnan azt a lovat. Huszár B3 következett, mire Bástya C2 sakk, király B1, Bástya üti F2, huszár C1-re, például huszár D3-mal jön, E4 következett, és igazából futó B5 után itt fel is adta fehér. Így gyakorlatilag Fekete több minden közül választhat, hogy bemegy a második sorra Bástya C-ről C2-re, vagy leüti a G2 gyalogot, tehát itt teljes mértékben még lehetne küzdeni, de teljesen nyerve van Fekete. Én valószínűleg amúgy a Bástya C2-t választanám ott a második soron, ott, mint egy ilyen tornádó végig söpör Fekete. És aztán Bástyákkal sötét megindul a gyalogokkal. Ekkor a fáma szerint Portis nagymesterék ekkor nézték meg forintosnak a partiját, és látták Rainer Knák nagymesternek a rossz állását, azt a szóviccet költötték, hogy Knák out. Igen. Hát Knák nagymester itt kezet nyújtott, nem kívánta bevárni a folytatást, hiszen megértette, hogy teljesen vesztett állása van. Világossal Böhm Hans játszott, sötéttel pedig Timman Jan, aki nagyon-nagyon híres, és annó a 80-as években, 70-es, 80-as, 90-es években a világ legjobb sakkozói közé tartozott, vagy legalábbis az élmezőnyhöz. Ribli Adorján szaksz nagymestereknek volt a kortársa, többszörös világbajnok előtt volt, és még döntőt is vívott. És nagyon-nagyon jó partit fogunk látni most megint tőle. Világos, ugye D4-gyel kezdett Böhm, amire huszár F6-tal ugye folytatta a sötét. C4 érkezett világossal, G6, következett huszár C3, és ugye D5 érkezett. Ugye itt futó F4, ugye világos, ez én úgy gondolom az egyik legpozíciósabb változat, de ugye itt is lehet taktikusan játszani ezt a szerkezetet valamennyire, de én úgy gondolom, hogy ez az egyik olyan változat, ahol a világos ugye odafigyel, és nem a gyalogok eprészésére törekszik, akkor itt azért elég sokszor szokott végjáték kijönni ebből a megnyitásból, vagy ebből a változatból. Futó G7-tel folytatta sötét, amire E3-mal ugye a fejlődés folytatta fehér, és C5-tel ugye azonnal robbantja a centrumot Fekete. Tehát ez az alapelve az egész Grünfeldnek. Ugye, ha leütnek D5-re, akkor ugye a középképző rendszer jön, akkor nagy centruma van fehérnek, de ugye azt támadja a G7 futóval, C6 lóval Fekete. Itt pedig ugye, amikor nem ütnek le, akkor azonnal belerobbant a centrumba, és ugye ott valamit ugye ott fehérnek vagy reagál, vagy nem reagál, de itt ugye most leütöttek C5-re. Tehát dinamikusan ugye már a megnyitásban ugye a centrumot támadja Fekete ezzel a lépéssel.
D-üti C5 következett, amire vezér A5. De folytatta sötét. Ugye ez egy nagyon... Ugye egy kötés hozott létre, ugye a D-5 gyalogot elviekben fejjel le tudja ütni, de azt visszanyeri egyértelműen fekete. Itt, ami ugye nagyon érdekes is, fura lépés, tehát ugye vezér A4, logikusnak tűnik, ugye a vezércsere, ugye azonnal végjátékba kerülünk, de az aktivitás feketének megint nagyon sokkal, meg a fejlődési előnyével, ugye előnyévé tudja változtatni a vezércsere után is az állást. Vezér A4 sakk következett, ugye ezt le kellett ütni, vezér üti A4, huszár üti A4, és a huszár E4 lépés egy nagyon dinamikus és nagyon jó, ugye azonnal nyitja a G7 futónak az átlóját, nem engedi vissza a lovat C3-ra, ugye azt azonnal le tudnám ütni. Tehát itt ugye futó D7-tel fenyegetem majd az A4 lovat megtámadni, hogy azt hova fog vinni. Futó üti B8-al folytatta fekete, és itt, vagyis bocsánat, világos, és itt ugye a feketének már egy kicsit előre gondolkoztam, meglepő lépés, hogy mindenki visszaütné ezt a futót, de fekete futó D7-tel ugye érkezett, ugye ezt nevezik közbeiktatásnak, amikor ugye nem ütünk vissza, vagy ugye nem a kézenfekvő lépést tesszük, ugye a futó visszaütésével, hanem a futó D7-tel ellen tisztet támadok, az A4 lovat, és ugye úgy akarom az egész vezérszárnyat szétrobbantani feketével. Nehéz jó lépést tenni, F3 következett, ugye megbontani, vagy az E4 lovat is megtámadni. Ha ellépne sötét a lóval, visszalépne F6-ra, akkor huszár C3, és minden rendben van. Igen, akkor ugye jól állna, világos, de futőti A4 következett, leütötték az A4 lovat, és F-üti E4-re ismételten egy meglepetés következett, ugye leütötték az A4-re, megint ugye bássüti B8 lenne, amire esetleg ugye a D5 gyalogot leütnék C gyaloggal, és akkor ott szépen ki tudna jönni fehér, de D5-i C4 érkezett, tehát nem ütötte vissza a futót, hanem ismételten ugye ott hagyta, és B2-re akar ütni, és ezzel a C gyaloggal előre masírozni, és ezt a C előretolt gyalogot ugye felnevelni vezérré. Futó C7 következett, amire bástya C8 jött, ugye további kényszerítő erejű támadás. Tegyük hozzá, hogy a futó C7 azért kellett, hogyha a futót világos G3-ra húzta volna vissza például, akkor sötét hosszú sánccal a D-vonalon azonnal támadt volna a lovával, tehát a királya C8-ra került volna hosszú sánca a sötétnek, világos, a bástája pedig D8-ra, és ezzel még tovább fokozta volna a nagy nyomást a vezérszárnyon és a D-vonalon. Tehát ez a közbeiktatás, ez a futó C7 megakadályozta sötétet abban, hogy hosszúra sáncoljon és azonnal játékba dobjon még egy tisztet. Futó C7, bástya C8, és most volt a visszalépés, visszakozás a futóval G3-ra. Ez volt az alapértelme, de hát így még mondjuk C-vonalra került a bástya. Tehát lehet, hogy azt szokták mondani, hogy kerékpár elől a tehergépjármű elé ugrott, ugye világos. Én úgy gondolom, hogy futó G3, ugye ez a bástya csak még erősebb helyre került, de természetesen a hosszú sánc után meg a D-vonalra került volna. Futó G3 következett, amire futó üti B2 érkezett, és ugye megint itt látjuk, hogy milyen aktívak a fekete tisztek, bástya B1 következett, és megint ugye ez nagyon jellemző, hogyha világos ugye nem a legjobban játszik, vagy ugye az anyagot nézi, hogy a H1 bástya G1 huszár F1 futóval teljesen ugye ott vannak a tisztjei bezárva, nem a játszanak. A félvilágos tisztikar még nem lépett. Igen, úgyhogy fekete pedig brillírozhat itt az aktív tisztjátékaival. Neki meg csak egyedül a H8 bástyája nem játszik. Bástya B1-gel folytatta világos, amire C3 következett. Ugye most C2 fenyeget azonnali nyeréssel, futó D3-mal ezt kivédte, fehér. Ugye most nem megy, mert leütni a C2-t meg a B2-t, bástya üti C5-tel. Ugye új figurát, ugye, amiről beszéltünk, C-vonalon érkezett. Ugye most már fenyeget C2,
ugye, hogyha futóval üt, akkor Bástyával ütném vissza. Huszár E2-vel ugye fejlődött Fehér, megérkezett C2, ugye, hát most nem tudott mást kiutat találni, Bástya üti B2 jött, amire C1 vezér, ugye átváltozott a gyalog vezérré, Huszár üti C1, Bástya üti C1, király F2, és Bástya üti H1-gel. Ugye most számolunk egy kicsit, akkor ugye minőség előnnyel jött ki fekete, és teljesen nyert állással. Bástya üti B7 következett, ugye fekete elsáncolt, nagyon-nagyon jó lépés, ugye hozza nem játszó Bástyáját, Bástya üti E7, és Bástya D1-gel azonnal ugye a H1 ember ragadt Bástyáját hozza a játékba, Bástya üti A7 következett, ugye elég sok mindent leütött Fehér is a hetedik soron, de Bástya D2 sakkal ugye közbeiktatott, nincs más lépés, csak király E1, jó lépés, amire Bástya üti D3, Bástya üti A4, ugye megint az E3 gyalogot lehetne ütni, de akkor szépen kijönne a király, és a Bástyának azt hiszem is nagyon lenne helye, mert ugye a király D2-vel el is fognák, úgyhogy csak Bástya üti G3 menekülne, de Bástya C8 egy nagyon aktív, nagyon erős, nagyon jó lépés, ugye nem játszó figurát hozza fekete azonnal játékba. Bástya C8 nagyon jó, ilyenkor mindig arra kell törekedni, hogy minden tisztünk játszon, és nem pedig ugye a gyalogokat eprészgetni. Bástya C8, király E2 következett, erre Bástya D8, A3, és Bástya A8-al, ugye arra kell törekedni, ez egy nagyon fontos alapelv, cseréljük le a bástyákat, és akkor az az állás pedig simán nyer majd. Bástya üti A8, Bástya üti A8, futó D6, F6, ugye futó B4 következett, és most megindul a király előre. Király F7, király D3, király E6, H3, H5, király E2, Bástya C8, ugye király F3, Bástya C4, futó E1, G5-tel ugye itt szépen hozza fel gyalogjait, futó A5, király E5, futó E1, Bástya üti E4. És innentől már szerintem szomorú félreértés volt folytatni a partit. Igen, még léptek egy körülbelül 20 lépés, de fekete könnyedén G4-jel visszaszorította a királyt, és megnyerte ezt az állást. Tehát a partiban Timma a nagymester egy érdekes tisztáldozatot hozott, a figurái óriási aktivitást kaptak az áldozattisztért, és végül szépen visszanyert mindent, anyagi előnybe került, és végjátékban érvényesítette jó technikával az állás előnyét. Sajnos a műsoridőnk elfogyott, remélem tetszettek a bemutatott alkotások, köszönjük a figyelmüket, viszontlátásra! Viszontlátásra!